Mözsön a helyi művelődési házban csontvázak, boszorkányok, mesebeli figurák és filmhősök táncoltak együtt szombaton késő délután a Tolnai Nagy Családosok Egyesületének farshangján. Csontváz, a mamától kaptam a jelmezt. Válogattunk ruhákat, és megtaláltuk ezeket, és akkor gondoltuk, hogy ezek jók lesznek. A farsang szervezői kifejezetten a kisgyermekes családoknak kedvező időpontra tették a jelmezes rendezvényüket. Végül több mint 100-an vettek részt a közös programon. Teljesen egy új egységet próbáltunk kialakítani abban, hogy nem késő este 7 órakor kezdtük el a farsangi bált, hanem most a gyerekek véget megpróbáljuk ezt a 17:30-as kezdést. És nem báli jellege lesz, hanem egy kicsit ilyen diszkó feelingje lesz az egész farsangi bálnak. Megpróbáljuk és meglátjuk, hogy a jövőben esetleg ezt továbbra is alkalmazzuk-e, vagy hogy mennyire válik be az egyesület tagjainak is. Mindenféle tombola felajánlásból tombolákat szoktunk ugye általában készíteni. Most is lesznek tombolák, annyi, hogy most nem szó szerint tombola sorsolást fogunk végezni, hanem ugye előre vannak készítve a számsorok, amik már fel vannak számozva a tombolák, és hogyha kihúzza, akkor rajta van, hogy nyert vagy nem nyert, és hogyha nyert, akkor rajta van a szám, és azt a számú nyereményt veheti át az asztalnál majd. A fő nyeremények mind a torták, vagy van egy nagyobb felajánlás hidegtára is, azokat általában azért a végén majd azt az 5 darabot azt ki fogjuk sorsolni a belépő jegyekkel. A Tolnai Nagy Családosoknál néhány napja volt elnökségi tisztújítás, az új elnök pedig tele van tervekkel. Én megpróbálom továbbra is azt, amit az Éva néni elkezdett itt az Egyesületben, vagy előtte ugye a Lőrinc Laci volt az elnök, de az Éva néni ugye 21 éve az Egyesület elnöke volt. Nagyon magasra tette a lécet számomra avval, hogy igazán aktív egyesület vagyunk, és én szeretném ezt továbbra is vinni, hogy az egyesület célja nem csak a maga a család, az összetartás, hanem ugyanúgy ez a dinamizmus és egymás segítsége legyen meg, és mindenképpen belevinni azt, hogy a gyerekeket is az új technológiának megfelelően esetleg jobban ösztönözzük a kirándulásokra. Itt például gondolok arra, hogy tervezünk áprilisba egy olyan fajta kirándulást, ez a geoláda keresés, ami ugye applikációval történik, de mégis a szabadban, és reménykedünk abban, hogy így jobban ki tudjuk őket mozdítani. Heti gyűlésen elfogadtuk az új munkatervi rendünket, az éves tervet. Áprilisban ugye így szeretnénk ezt a geoláda keresést, majd májusban 16-án tervezzük, május 16-án a családi napot, a gyereknapot és a sportnapot így együttesen lent a Dunaparton, ahogy minden évben is szoktunk. Júniusban, júliusban terve van ugyanúgy most nem a balatoni kerékpártúra, hanem a Velence körül tervezzük vagy a kerékpár, vagy a kenuzás részét, hogy körbejárnánk. Szeptemberben pedig a Balatonra megyünk az éves nagycsaládos találkozóra. Az egyesületet korábban vezető Baksainé Kenesse Éva azért nem vonul vissza teljesen a közösségért végzett munkától. A háttérben továbbra is segíti az új vezetőséget. Sikerült az, amiről már évek óta beszéltünk, hogy szeretnénk fiatalítani, szeretnénk átadni a stafétabotot. Ez most megtörtént, új tagok is léptek be, fiatalok. Tehát amit már régóta szerettünk volna, úgy néz ki, hogy most sinem van a dolog.
hogy egy ilyen tisztújítás, egy ilyen váltás nem máról holnapra megy. Tehát ezekbe a dolgokba bele kell jönni, őnek is ki kell építeni a kapcsolatokat, meg kell ismerni azokat az embereket, ahova segítségért fordulhat, a tagságból is, hogy ki az, tehát hogy ki miben tud segíteni, tehát azért ez egy hosszabb folyamat, de nyilván a háttérből teljes betobással segíteni fogjuk, tehát nem az van most, hogy hátradőlök és próbálom a lábam, még nem, majd pár év múlva.